Köszöntöm Önöket, nézőink! Engedjenek meg egy személyes történetet. Bizonyára Önöknek is van olyan ismerősük, akik úgy tudják, hogy azt csinálják, amit. És amikor kiderül róluk, hogy nyugállományba vonulnak, akkor nagyon meglepődnek a helyzeten. Na, én így voltam Szabóni Kis Erzsébettel, a Bezerédi Kereskedelmi Iskola igazgatójával, aki hát tudtam, hogy ő az iskola igazgatója, de azt, hogy nyugdíjba készül, azt úgy nem gondoltam volna, hogy elment az idő. Szóval, hogy kezdődött a pedagógus karrier? Hát amikor tőlem megkérdezték kisgyermekkoromban, hogy mi szeretnél lenni, vagy mi leszel, ha nagy leszel, talán nem volt olyan, hogy nem azt mondtam volna, hogy tanár szeretnék lenni. Tehát számomra a gyermekekkel való foglalkozáshoz egy nagyon meghatározó volt. Valószínű, hogy a tanítóim, az első tanítóim is adtak egy olyan ösztönzést, ami erre a pályára már úgy mindjárt kicsikoromban ráirányítottak. Aztán, amikor felsőtagozatos lettem és középiskolás, és az idegen nyelvek világába bekerültem, akkor számomra az orosz nyelv egy nagyon meghatározó terület lett, és főleg a középiskolás tanárom példaként állt előttem hosszú ideig, már akkor is, amikor dolgoztam és tanítottam, hogy ő mennyit tett azért, és milyen példa volt számunkra, mint orosz tagozatosok számára, az orosz nyelv megszerettetése, vagy egyáltalán az orosz nyelv iránti szeretet kialakítása terén. Ő nagyon innovatív volt, olyan dolgokat vezetett be, hogy nekünk volt először fülhallgatós szaktantermünk, amikor még senki sem hallott erről. Én Paksra jártam gimnáziumban, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon nagy indítatás volt számomra. És akkor eldöntöttem, hogy én belőlem biztosan orosz szakos tanár lesz, követve a tanáromat, a tanárurat, és ez mellett ki is tartottam. Egy picit a párosítás az mindig úgy gondolkodóba ejtett. A történelem és a pedagógia volt a két olyan szakterület számomra, ami meghatározó volt. A pedagógia talán azért, mert azt láttam benne, hogy a gyermekek nevelése nem csak a tanítása, tehát a tantárgyra való megtanítása, hanem az életre való nevelés terén sokkal többet tudnék adni a tanítványaimnak, hogyha mondjuk a pedagógia szakot választom, mint mondjuk a szaktantárgyat csak. És aztán a végső döntésem az lett, hogy orosz pedagógia szakra jelentkeztem, ahol sikeres felvétel után a 4 év is nagyon gyümölcsöző volt számomra. Az is meghatározta az életemet, hogy a korosztály az általános iskolai korosztály számomra. Tehát, hogy ővelük szeretném az életemet tölteni, és őket tanítani, és őnekik átadni mindazt a tudást, ami bennem van, vagy az ismeretanyag. És ezért a tanárképző főiskolára jelentkeztem Pécsre, ahol nagyon sokat kaptam a pedagógia szak iránt is, és az orosz nyelv területén is. 1979-ben végeztem, és akkor nagy dologra kerültem, és napközis nevelőként kezdtem meg a pályafutásomat, ami számomra egy nagyon fontos mérföldkő volt rögtön az induláskor, mert hogy én ezzel a pedagógia szak területén nagyon közel kerültem, és én nagyon-nagyon szimpatizáltam ezzel a területtel is. És aztán ez az első 5 év, amit nagy dologon töltöttem, már az én pályafutásomnak így a csúcsát is jelentette hirtelen. Én azt mondtam, hogy már megkaptam mindazt, amit szerettem volna elérni, hiszen elkezdhettem tanítani az orosz nyelvet is 1-2 év után. Az úttörő csapatvezetést is megkaptam, tehát egy másik körbe is bekapcsolódtam. Tehát a boldogság érzete töltötte el minden napjaimat. Bekapcsolódtam a vándortáborozásba, a nyári táborozásokba, tehát rengeteg élményem lett a tanulókkal, a gyermekekkel, azon kívül, hogy órán találkoztunk. Aztán, amikor 1984-ben férhez mentem, akkor a férjem munkahelye elszólított bennünket Paks körzetéből, és lekerültünk Szekszárdra, és az akkori 5-ös számú általános iskolába sikerült felvételt nyernem. Ami azért nem volt egy olyan könnyű, azért tele voltam izgalmakkal, és egy olyan helyről jöttem el, ahol engem nagyon szerettek, és én is nagyon szerettem mindenkit, a diákjaimat is, és a kollégáimat is, az első számú vezetőmet, az igazgató urat is. És így nehéz szívvel váltam meg, de követtem a férjemet, és bíztam abban, hogy jól fognak alakulni egy másik környezetben is majd a dolgaim.
Az és egy, így kerültem az ötös iskolába. Az egy kihívás, hogy egy kis település kis iskolájából egy nagy település nagy iskolájából. Igen, én azt gondolom, hogy ez is benne volt. Annak ellenére, hogy egy körzeti általános iskolából kerültem Szekszárdra, ahol a környező falvakból is bejártak a tanulók, tehát nem volt olyan nagyon kicsi vidéki iskola, de az ötös iskolához viszonyítva kisiskolának számított a létszámát tekintve. De egy olyan tantestület, egy olyan nyelvi közösség vett körül, ami nagyon-nagyon oldotta az én kezdeti feszültségemet, hogy költözéssel egybekötött munkahelyváltozáson is keresztül mentem, és természetesen a férjem mindenben segített, hogy ezek könnyen történjenek meg ezek a váltások. És hát azt gondolom, hogy egy év eltelte után, az nem volt olyan könnyű év, de egy év eltelte után én is azt tudtam már mondani, hogy kezdem szekszárdinak érezni magam. És néhány év után pedig mindenféle gondolkodás nélkül én is azt tudtam mondani, hogy már szekszárdinak érzem magam. Szükség volt a pedagógiai tudásra az ötös iskolában? Igen, én azt gondolom, hogy ott is nagyon sokat jelenthetett számomra az, hogy én ezzel a szakterülettel mélyebben találkoztam, mint mondjuk csak a szakos tanárok. Lehetőségem volt a pedagógiát is maximálisan igénybe venni és alkalmazni a szaktárgyam tanítása mellett, hiszen itt is továbbra is a mozgalomhoz nagyon szorosan kapcsolódtam. Az ötös iskolában is, aztán a diák önkormányzat is segítettem, tehát mindenképpen benne maradtam ebben a közegben, amely számomra egy fontos terület volt a tanítási órákon kívül. Jött egy időszak magyar iskolarendszer életében, amikor az odosztanítás erősen háttérbe szorult. Így van, ez egy nagy válaszút és egy nagy nehézség volt. Én nagyon-nagyon nehezen tudtam ezt elfogadni, és talán az utolsók között voltunk az ötös iskolában, akiknél még az orosz nyelv tanítása a legutolsó fokig megmaradt, és ebben én is aktívan közreműködtem, hogyha lehet, akkor még maradjon az orosz nyelv tanítása is meg. És aztán ott a 90-es években, amikor ez a döntés megszületett, hogy átképzésen kell részt venni, akkor igazából én, a kollégáim többsége a német nyelvet választotta, hiszen egy olyan területen élünk, ahol a német nyelvnek hagyományai voltak, vannak, és így inkább a német nyelv volt az, ami úgy közelebb került a választásnál. Én pedig azt gondoltam, hogy már ha mindenki németet választ, akkor én már hobbi szinten elkezdtem egy kicsit az angollal foglalkozni, és jártam egy ilyen kis beszélgető körbe, és akkor azt gondoltam, hogy akkor én inkább az angol nyelvet választom. Ez azonban nem volt olyan sikeres, mint ahogy az életem addig telt, akár a főiskolai tanulmányaimban, akár pedig a munkámban. A legtöbb nehézséget ebben az időszakban éltem meg, amikor az angol nyelvvel ismerkedtem, illetve amikor az angol nyelvet tanultam. Mert hogy én bekerültem egy olyan csoportba, ahol egy nagy-nagy szakadék volt a csoporttársaim és én közöttem, én szinte teljes kezdőnek számítottam, a csoporttársaim többsége pedig nyelvvizsga, esetleg sikertelen nyelvvizsga után vagy előtt álltak, tehát egy olyan tudással rendelkeztek, amit nekem azért nagyon nehéz körülményekkel, meg nehézségek árán kellett megküzdenem, és ezt a szakadékot valamilyen módon átugranom. És nem is tudtam felvállalni, vagy nem kívántam felvállalni az első körben a megmérettetést, amikor nyelvvizsgával ugye kellett zárni ezt a szakaszt. Én egy kicsivel több időt kértem erre. Aztán bekerültem az egyetemre, ott nagyon kellemes környezetben azért tudtam a dolgaimat teljesíteni, de azért azt el kell mondanom, hogy az iskola volt az elsődleges számomra, az iskolai élet, az iskolai teendők, nem mondtam le semmiről, ugyanúgy tettem a mindennapokat, és ez mellett hát tanultam az egyetemen is, végeztem a tanulmányaimat, de 97-ben sikeresen megszereztem a középiskolai más elképzelései voltak az iskoláról, mint akkor egyébként az iskoláról, amilyen elképzelések voltak Magyarországon? Az én elképzeléseim? Igen. Én azt gondolom, hogy
Igen, mindig volt egy valamilyen szellemiség, egy változásra is igény, nem csak egy megszokott szellemiség, hanem egy változásra való igény is az iskola életét illetően. Én ebbe a pezsgésbe olyan nagyon ügyesen bele tudtam kerülni, talán azért is, mert hogy alkalmazkodó vagyok, vagy együttműködő vagyok. Megtaláltam azokat a szálakat, akikkel egy kis csapatot tudtunk alkotni, és elsőként vezettük be mondjuk az ötös iskolában az úgynevezett nyelvi tábort a testvériskolával, Lugossal együttműködve, onnan is jöttek diákok, és a szekszárdi diákokkal együtt volt nyári képzésünk, és ez nem oroszul, hanem már angolul is folyt, nem csak oroszul. Tehát, hogy számomra mindig az ilyen kihívások azért sokat jelentettek. Én az önképzésre, továbbképzésekre is nagyon nagy hangsúlyt fektettem. Külföldi tanulmányutakon is részt vettem, mind az orosz, mind az angol nyelvterületet illetően, és próbáltam magam minél magasabb szintre helyezni, hogy aztán majd át tudjam adni azokat a lehetőségeket, amelyeket és azt a tudást, amit megszereztem esetlegesen. Ez a fajta innovatív gondolkodás vezetett az igazgatói székig? Sosem gondoltam arra, hogy én igazgató is lehetnék. Az én elképzelésemben a tanárság volt mindig az egyik legfontosabb szempont, de mindkét esetben, amikor az igazgatói teendőket elvállaltam, vagyis beadtam a pályázatomat, akkor azért a kollégáim felkérése volt a döntő, hogy ők kértek fel arra, hogy próbáljuk meg együtt és tegyünk az innováció irányában még egy nagyobb lépést, és együtt közösen egy nagy összefogással sikerülni fog ez a feladat. Láttam benne a kihívást, láttam benne az én erőmet, az én szorgalmamat, az én kitartásomat, hogy ezzel előrébb tudjuk az iskolát mozdítani, az iskola arculatát jobb irányba, jó irányba tudjuk még terelni, a szülőket meg tudjuk nyerni arra, hogy még több diák kapcsolódjon és kerüljön be az iskolába, és ők jó érzéssel legyenek az iskolában. Számomra mindig az volt a legfontosabb vezetőként, meg különösen, amikor a pályázatomat beadtam, abban is azt erősítettem meg, hogy egy olyan iskolát szeretnék, ahova jó érzésbe jönni mind diáknak, mind szülőnek, mind tanárnak, akik jól érzik magukat abban a közegben, megfelelő fejlesztésre vannak lehetőségek a diákjaink, a gyermekeink számára, és ehhez jól felkészült pedagógusok állnak rendelkezésre, és a szülő megelégedésére szolgálnak ezek a folyamatok. Mi és így elvállaltam a pályázati kiírásnak való megfelelést, és mondjuk mindkét esetben sikeres lett a pályázatom. De az első pillanatban ezt kijelentettem, hogy számomra a vezetői munka 5 évet jelent, mert hogy nekem a vezetés mellett a pedagógia és a tanítás, a főszínterem, a gyermekekkel való foglalkozás. Hiszen már az első alkalommal is megéreztem, és olyan példaképeim voltak, és olyan tanácsadóim, hiszen én teljesen kezdőként kerültem be az ötös iskolában, ebbe az igazgatói világban, de fogadtak engem azok a tapasztalt bölcs igazgató urak, igazgató asszonyok, akiket én megkerestem, akik segítettek nekem abban, hogy kinyíljon a világ előttem, hogy hogyan is kell egy vezetői munkát csinálni. Itt is képeztem magam, vezető képzőbe jártam, tehát mindenképpen próbáltam magam a megfelelő szintre tenni, de nekem nagyon sokat jelentett a tapasztalat átadása is a tapasztaltaktól, tehát igazgató kollégáktól, és az elődeimtől úgy szintén, mert hogy én mindig alapoztam arra, hogy a hagyományokat, az alapokat nem szabad szétvetni, eltüntetni, azokra kell építkezni, jól kell építkezni, és fel kell építeni egy olyan vonalat, amivel tovább lehet lépni. És mindig azon munkálkodtam, most is azon munkálkodom még, hogy olyat tudjak magam mögött hagyni, amire lehet építkezni, és tovább tud lépni egy intézmény. 5 évvel ezelőtt hozott egy nagyon kemény döntést. Miért hagyta ott mindazt, amit felépített? Az ötös iskolára gondolom most. Igazából én azt gondoltam, hogy sima visszatérés történhet a vezetői munkából a tanítás szinterére,
mert hogy én úgy éreztem az 5 év alatt is, hogy sosem szakadtam el igazából. Tehát a vezetői munka mellett számomra a tanítás vagy a kollégáimmal és a diákokkal való foglalkozás is nagyon-nagyon erős és meghatározó szintér volt. És azt gondoltam, hogy azzal, hogy én kilépek ebből a rendszerből, és én mindenképpen számomra az ötös iskola, 20 évet töltöttem ott, az úgy az otthonom. És most is úgy érzem, hogy az otthonom. Nem tudok róla úgy beszélni, hogy volt, hanem csak úgy, hogy nálunk, mi, mert hogy nekem ezek a többeszámú szavak jutnak eszembe, hiszen semmiféle keserűség nem alakult ki bennem, de mégis megéreztem abban a vezetői munka után következő egy évben, hogy végig kell gondolnom, hogy hol van a helyem. Számomra az iskolába való belépés az egy fennkölt érzést jelentett mindenkor, nem pedig egy gyomor összeszorulást, vagy esetleg annak a várását, hogy mikor fejezem be és mikor tudok kimenni. És én ezt az érzést semmilyen módon sem szerettem volna az én pedagógiámba behelyezni, de éreztem, hogy esetleg ebbe az irányba haladhatunk, hogyha nem vagyok óvatos. És a Bezerédi szakközépiskola igazgatónője már az elején is beszélgetett velem erről a váltásról, és már akkor felajánlotta, hogy gondoljak arra, hogy ő majd nyitott kapukkal fog fogadni, vagy ajtóval, ha véletlenül mégis azt érzem, hogy nem jó helyen vagyok. Tehát nem igazán azt kapom, amit én szeretnék a visszatérést illetően. És az egy év az azt jelentette számomra, hogy megérintett az a gondolat, hogy váltanom kell. Nem a környezetem fog megváltozni, nekem kell más tenni ahhoz, hogy én ugyanolyan kiegyensúlyozott és ugyanolyan pozitív életérzéssel tegyem a dolgomat, mint azelőtt tettem, ahhoz egy váltásra van szükség. És akkor átjöttem, és megkerestem az igazgatónőt, aki fogadott, és így kerültem ide. De sokkal bölcsebb lettem, sokkal több tapasztalattal indultam a középiskolában, abszolút nem okozott problémát az életkori váltás, amit azért én az elején nagyon megkötöttem, hogy én az általános iskolai korosztályhoz kapcsolódom, hiszen ott a kicsiket is tanítottam angolból, tehát a pici ugyanúgy benne volt az élet szakaszomban, mint a tizenévesek, de a középiskolás életkor sem volt távol tőlem, egészen máshogyan viszonyultam, bölcsebbé váltam, máshogyan kezeltem helyzeteket, mint mondjuk a kollégáim, hiszen a nevelés, a neveltségi szintek terén mi az általános iskolában sokkal többet tudtunk adni a szülők és a diákok irányában is, mint esetleg a középiskolában ez egy elvárás volt. De az új helyzet 2004 után már azért mindenképpen megéreztette a középiskolákban is azt, hogy a neveléssel is foglalkozni kell, mert hogy mások a szociális körülmények, mások a szociokulturális hátterek, és mindenképpen fontos egy picit azzal is foglalkozni, hogy milyen kompetenciákat hogyan lehet fejleszteni a középiskolás korosztálynál is. És én így azt gondolom, hogy könnyen ment az átállás. Itt is egy nagyon-nagyon jó tantestület fogadott, akik úgy kezeltek, mintha már régóta tantestületi tag lettem volna, kaptam a feladatokat. Az igazgatónő megérezte bennem, hogy én azért a hátrányos helyzet és a szociális problémák kezelésében talán a szakomnál fogva is még érzékenyebben tudok viszonyulni, és egy év után egy nagyon fontos programot a hátrányos helyzetűek Arany János kollégiumi programjának kezelését is rám bízta, és az ottani tanulókkal való foglalkozásban az egész program tervben főszerepet kaptam, és ez egy nagy megtiszteltetés volt számomra, hogy egy ilyen területet is rám bízott az igazgatónő a tanítás mellett. És akkor megint eljött az a helyzet, hogy kinyílt az igazgatói iroda ajtaja, és azt mondták, hogy Erzsi, tiéd a helyzet. Igen. Itt most azért annyiban volt másabb a helyzet, hogy a volt igazgató nem pályázott az új helyzetben,
és akkor egy ilyen egy év igazgató helyettesi megbízással vezetői feladatokat is el kellett látnom, mert közben azért egy igazgató helyettességet is elvállaltam a 2009-ben, amikor az akkor igazgató nő felkért erre a területre. Én azt gondolom, hogy ez még úgy kimaradt az életemből, mert hogy a tanárság, az első számú vezető, az igazgatóság már benne volt. Igazgató helyettesként nem dolgoztam, de nagyon láttam, hogy egy igazgató helyettesnek mik a feladatai, mennyivel többet fog tenni, vagy tesz egy igazgató helyettes, mint mondjuk az igazgató, aki kiadja és irányít, és összefog, és szervez. És ebben is láttam egy kihívást, láttam egy színteret, láttam benne azt, hogy ebben is tudnék még újat alkotni, vagy más tenni, hasznos lenni a tantestületemnek, illetve a tanulóknak, a szülőknek, és elvállaltam ezt a helyettességet. És ebből a helyettességből lett aztán 2016-ban az állapot, hogy akkor a pályázat megírása esetlegesen ismételten az én kezembe került, de természetesen itt is a kollégáim felkérése volt a döntő, hiszen én nem kívántam volna első számú vezetőként már közreműködni, de úgy éreztem, hogy ahogy az ötös iskolának adtam egy lehetőséget azzal, hogy vezetőként is picit felpezsdítettem, megváltoztattam bizonyos dolgokat, az innováció nagyon jól tudott a közösségben érvényesülni. Úgy éreztem, hogy ebben az iskolában is van még szintér, és ezek a pozitív meglátásaim, az igen együttműködő, összetartó kollégáimmal együtt ismételten erőt adott arra, hogy pályáztam. Igaza lett? Igen, azt gondolom, hogy jó döntés volt az, hogy itt is adtam magamnak egy 5 éves esélyt, de akkor már szintén kijelentettem, ugyanúgy, mint az ötös iskolában, hogy 5 évig tart a vezetői megbízatásom, bár én akkor már pontosan tudtam, hogy ha erőm, egészségem engedi, akkor ezt végig fogom csinálni, ezt a megbízatást, és utána elérkezik az az időszak, amikor kivonulok és nyugdíjba vonulok, de nem visszatérek a tanításban, hanem kivonulok ebből a szerepből, és egy új szintéren próbálom ki magam, ez pedig a nyugdíjas élet. Mm. Van ennek egy finom bája, hogy az iskola 100 éves évfordulója egybeesik a nyugdíjba vonulásával? Igen. Azt gondolom, hogy úgy fog alakulni az életem, hogy részese fogok lenni még ezeknek az eseményeknek, hiszen azért az intézményünk azt a döntést hozta meg, hogy egy emlékévet fogunk majd a következő tanévtől indítani, Bezerédi 100 emlékév címen, hiszen az iskola fennállásának 100. az újraalapításának 75. és a névadónknak, Bezerédi István születésének 225. és halálának 165. évfordulója esik erre a 2021-es évre. A programunkat az én közreműködésemmel elindítottuk a halál évfordulót követve, tehát márciusban, amikor az online világban a digitális munkarendet kihasználva a kollégáim nagyon sok lehetőséget kínáltak diákjainknak, hogy ismereteiket bővítsék az iskola történetével és Bezerédi István életével, munkásságával, Tolna megyéhez, Szekszárdhoz való kötődésével kapcsolatosan. Megalakult egy szerkesztőbizottság, most még többnyire a kollégák, az oktatók közreműködésével, és hát meghoztuk azt a döntést, hogy akkor egy emlékévet fogunk, és az események, a programok végig fogják szőni, kísérni az egész tanévet, ami a 2021-22-es tanév lesz, amelyben vállalnék nagyon szívesen területeket, hiszen a 90 és a 95. évforduló megszervezésében is aktívan közreműködtem, és ha a jövő vezetése kívánja, vagy a tantestület, oktatótestület kívánja, hogy én ebben még egy picit aktívkodjak, akkor ezen a területen még megtenném, és nagyon szívesen közreműködnék, mert hogy azt gondolom, hogy így az 5 év, amit én igazgatóként és a 16 év
17 év, amit a Bezirédiben töltöttem, és feljogosít arra, és erőt ad arra, hogy ebben az évforduló eseménysorozatban is aktívan közreműködhetek még. Én boldognak érzem magam. Tehát én örömmel vállalom az új szakaszt az életemben, ahol már a főszerep a pihenésé lesz, de mindenképpen az aktív pihenést szeretném előtérbe helyezni. A bakancslistámon sok olyan dolog van, amit elmulasztottam ez alatt az időszak alatt, ami a 42 évet jelentette, hiszen szolgáltam, alázattal, örömmel tettem mindazt, amire én esküdtettem, amikor a diplomáimat megkaptam, de már egy más szintéren az én időnek is többet, igen, az én időmnek is többet fogok adni, és átadom a helyemet az újabb fiatal és lelkes csapatoknak. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, köszönöm a figyelmet, viszontlátásra!